Színes képek és rengeteg információ az Ő értetek el című könyvben. Kölcsey Ferenc életével és kortársaival is foglalkozik a kötet. Olyan történeteket lehet benne olvasni, amelyek eddig kevésbé voltak ismertek. Például Kölcsey és Berzsenyi vitájával. Ez egyébként nagyon érdekes, hogy bizony a régi időkben is az írók, költők elég erőteljesen, hogy úgy mondjam, meg tudtak haragudni egymásra, és például Berzsenyi Dániel, ez Balázs Géza írásából olvashatjuk, nagyon-nagyon megharagudott Kölcseyre, amiért megbírálta az ő munkásságát, és mindig viszont válaszolt, és hogy mai szóval éljünk, nem tudta ezt elegedni. Ugyanakkor új megközelítésű az, hogy például egy zenetörténész a zenei nyelvújításról ír a rendes nyelvújításhoz kapcsolva, hiszen Kölcsey életében zajlott ez a nagy reform, politikai vagy reform tevékenység, és ez egy új megvilágításba helyezi magát a Kölcsey, hogy mondjam, kontextusát, Kölcseynek a Kölcseyvel kapcsolatos tudni valókat. Például a 35 éves Kölcsey társaság is bemutatkozik. A sokszínű kötet sokféle szerzőműve, akiknek a fele a vármegyéhez kötődik, így igazán hiteles a könyv, amely tematikus ívet kapott. Egy filozófiai írással kezdődik, majd folyamatosan mutatja be Kölcsey életét és korát, szociológiai, politikai és irodalmi szempontból. A kötet a Kölcsey Ferenc öröksége Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében című projekt részeként jelent meg. Pályázatot nyújtottunk be egy uniós programra, és ennek eredményeképpen nyílt lehetőségünk, hogy identitásfejlesztés című szóval a himnuszról is beszéljünk, a himnuszról is szóljunk. Ez médiakampány is kapcsolódott, illetve egy tanulmánykötet, amelynek a megjelenése alkalmából volt a mai sajtótájékoztatónk. Egy nagyon színvonalas és nagyon változatos tanulmánykötet, közkönyvtárban helyezzük el a kötetet. A vármegye minden közkönyvtárában elérhető a kötet, digitálisan pedig a himnuszföldje.hu oldalon olvashatóak a tanulmányok, hiszen a kötet célja az, hogy a vármegye fiatalsága minél többet tudjon meg a reformkor kiemelkedő művészéről és politikusáról.